Itt van velünk ostoros polgármestere Bőjt László. Jó estét kívánok, szervusz! Akivel szervusz. Sok mindenről fogunk beszélgetni, a születésparkról is elsősorban, hiszen nemrég volt ott egy kisebb ünnepség, és azt hiszem, hogy egy nagyon becsülendő számot fogunk mondani, ugye? Mégpedig arról fogunk beszélni első körben, hogy hány gyermek született 2020-ban, hiszen a születéspark erre vonatkozik. Szia Laci, jó estét kívánok, köszöntök a stúdióban. Szervusztok, köszönöm a meghívást. Na hát akkor nem spoilerezek tovább, átadom neked a szót. Halljuk a számot. Így van, mondjuk ezt a számot, mert hát azért ez szép, ugye? Szép szám. Igen, nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit, köszönöm a meghívást. Igen, az elmúlt héten ünnepeltük most már 5. alkalommal településünkön a születésparkot. Hogy mi is, miről is szól a születéspark? A település képviselőtestülete ezelőtt 5 évvel úgy döntött, hogy az előző évben született ostorosi lakhelyen rendelkező pici gyermekeknek, kislányoknak, kisfiúknak tiszteletére, születésük tiszteletére fát, cserjét ültet. Ezáltal tulajdonképpen tisztelgünk az ő születésük előtt, megtiszteljük a szülőket, a nagyszülőket, persze természetesen a kisbabákat, és szebbé tesszük a településünket. Ez a születéspark, amit az elmúlt héten avattunk föl, természetesen tavasszal ültettük a fákat, vigyázva arra, hogy egészségesek legyenek és megfakadjanak. Csak a rendezvényünk most volt, most már 5. alkalommal, és 30 gyermek született a 2020-as évben ostoros településen, természetesen még egyszer hangsúlyozom, állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek tiszteletére van ez. De bocsáss meg, Laci, mert egy kicsit nekem az az érzésem, hogy ebben az is benne van, hogy ezzel meg is akarjátok tartani a gyerekeket, igaz? Hiszen, hogyha valaki oda megy a születésparkba, azt mondja, hogy az az én fám. Azt igen, hangsúlyozzuk is ezt, hogy tudjuk, hogy a gyökereim itt vannak, tehát itt vannak, mikor a fákat, a cserjéket elültettük, akkor mint a kisgyermeket is ugye elindítjuk az élet folyamán, a gyökerei itt vannak. Nagy köszönöm szépen ezt a kezdeményezést, ugye meg kell említeni, hogy képviselőtársam Balogh Erzsébet képviselőasszony indítványozta annak idején, és ténylegesen a szülők részéről is, a nagyszülők részéről is nagy-nagy elfogadottságot jelent. Folytatni szeretnénk tovább ezt a szép hagyományt. Most azt el lehet mondani, hogy 5 év alatt durván 130 csemetét ültettünk el a településen. Azáltal, hogy tisztelgünk a gyermekeknek, tisztelgünk a szülőknek, szépítjük a településünket. Reméljük, hogy néhány év múlva erdő lesz. Igen, én azt akartam, hogy lassan egy kis erdő kezd ott kialakulni majd. De azt, hogy ilyen sok fát el lehetett ültetni, ugye ehhez sok gyermeknek kellett születni a településen. Viszonylag kis településről beszélünk, ostorosról, már annyira nem is kicsi, de azért a születésszám az egész szépen alakul. Minek köszönhető ostorosnak ez a varázsa? Hogy... Hát ostoroson azért már most közel 3000 lakosunk van ostoros településnek, és ugye mi a cél egy képviselőtestületnek, egy önkormányzatnak? Ugye ostoros település, azt szoktuk mondani, hogy ostorosra jó hazajönni, jó pihenni ostoroson. Ostoros a béke szigete. Az önkormányzatnak nincs más feladata, mint hogy az ott élők számára megteremtsék mi azt a környezetet, hogy jó érezzék magukat, jó érezzük magunkat a településen. Hál' Istennek ezt a folyamatot erősíti ez a születéspark is. Minden évben külön-külön helyen szervezzük ezt a kis programot, különböző helyekre telepítjük a növényeket, a fákat és a cserjéket. És azt gondolom, hogy most egy igen szép számú rendezvényt tudunk magunk után. Eljöttek a szülők, nagyszülők, a gyermekek, testvérei, úgyhogy szép számmal voltunk jelen. Igen, jó idő volt, hál' Istennek is. És sok programotok volt, hiszen most volt Rozé fesztiválotok is, ugye most már az is hagyománnyá vált, és igen, én spoilereztem el a múltkor, nem Rúzsa Magdiak, hanem Tolvaj Redi, de ezt ismételtem, beismerem. De Laci, egy kicsit beszéljünk arról, hogy a jövőben miket terveztek, hiszen van játszótértől kezdve egy csomó mindent már megcsináltatok, de hova lehet még fejlődni, milyen terveitek vannak? Hogy az ott élőknek ténylegesen az életszínvonalát emeljük és könnyítsük a mindennapi életüket az embereknek, komfortabbá tegyük, azt gondolom, hogy nekünk elsősorban legelső feladatunk az, hogy például az úthálózatot folyamatosan fejlesszük, a járdákat építsünk, újítsuk fel a járdáinkat. Minden közintézményünk azt gondolom, hogy rendben van, fel van újítva minden közintézmény. Itt a orvosi rendelő
rendelőtől kezdve a fogorvosi rendelőig, a védőnői szolgálatig, az idősekkel foglalkozó alapszolgálatig, a Rédei Miklós közösségi házig, tulajdonképpen rendben vannak az intézményeink, a polgármesteri hivatalról természetesen nem is beszélve, de nekünk tovább kell haladnunk. Mi a sport, a szabadidő kihasználást szeretnénk megcélozni az ott élő emberek számára. Ezért a 2021-27-es pályázati ciklusba operatív programon belül mindenképpen a sportra szeretnénk fókuszálni, a szabadidő sportra. Egy jelentős beruházás szeretnénk, hogyha megvalósulna. Ez azt gondolom, már itt is már beszéltünk erről ilyen körbe is, az extrém sportpark, akkor szeretnénk létrehozni a településünk. Itt nincs Egerbe is, a Eger környéki településeken. Én azt gondolom, hogy ez az ott élőknek is, meg az odalátogatóknak is. Közösség erősítő, együtt tudnak ott lenni a helyiek. De ahogy hallottuk, itt az épített infrastruktúrával különösebb hiányosságok nincsenek már a településen belül, tehát itt a közösség erősítése az, ami... Igen, az úthálózatunk ugye most újul meg. Egy szakaszát a településen belül már a közútkezelő felújította. Ebbe az évben még az ősz folyamán teljesen a ostros tábláig, Noalfelüli tábláig fel lesz újítva az úthálózatunk. De a belterületeket is folyamatosan fejlesztjük, újítjuk. Éppen most a napokban folyik a Tókát lakóparkban egy útszakasznak a felújítása. Az Egri úton éppen járdát építünk, úgyhogy ez mind beletartozik a mindennapi munkánkhoz. Azt gondolom, hogy egy magas sportparkra visszatérve egy picit egy gondolatba, olyan gyönyörű környezetben van a mi sportparkunk, hogy vétek volna azt nem kihasználni és nem fejleszteni. Hát Laci, nagyon szépen köszönjük, és ehhez nagyon sok sikert kívánunk, és beszámolunk majd időről időre arról, hogy hol tartotok ezzel a munkával, meg majd a Rozé Fesztiválról is beszélünk majd jövőre. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!